221-es számú közlönyben megjelent az, hogy 2,8 milliárdért megkezdődött az a beruházás, ami a keleti felcsatorna és a Tiszát összekötné, a vízválasztón elvezetett vízzel, és minden csatornát onnan táplálnánk meg, ahonnan valamikor a elvezetés céljából a csatornák megépültek. Az északnyírség vízellátásának tervezése indul a közeljövőben. A kivitelezés 2023-ban kezdődhet, és mintegy 2000 négyzetkilométeres területet érint. Erről is szóltak a Balkányi Agrárfórum előtti tájékoztatón. Mint ismert, a klímaváltozás miatt egyre súlyosabb a vízhiány a térségben, ezért kiemelten fontos a vízpótlás és visszatartás, valamint a csatornahálózat bővítése és új tározók építése. Szakemberek szerint 2021-ben kegyesebb volt az időjárás a térségben gazdálkodókhoz. A mi megyénkre vonatkoztatva sokkal szájos területekről hallhattunk a nyáron. A mi megyénkben ez kis területekre korlátozódott, úgyhogy nem befolyásolja. Elmondhassuk, hogy kalászosból és kukoricanapraforgóból talán az évtized második legjobb termése van, és ennek nagyon örülnek a gazdák, ugyanis ez párosult egy kimagaslóan magas árral, úgyhogy azt mondhassuk, hogy a szántóföldi növényt termesztők egy nyereséges évet zárnak. Nagyon sajnálatos, hogy viszont az állattartók pedig találkoznak egy magas takarmány árakkal, és az ő jövedelmezésük pedig rombolódik. Történelmi léptékű döntést hozott a kormány a gazdák érdekében. Erről is beszélt Nagy István agrárminiszter Balkányban. 4,5-szeresére növelték ugyanis az uniós források társfinanszírozását. A támogatás mértékét a korábbi 17,5%-ról ugyanis 80%-ra emelte a kormány. Ez azt jelenti, hogy soha nem látott mértékű forrás érkezik a magyar vidékre, hiszen 4265 milliárd forint lesz az, amivel a gazdák fejleszthetnek és beruházásaikat elvégezhessék. És hogyha ehhez hozzáveszik az egyes pillérből jövő, majd 3000 milliárd forintnyi forrást, akkor bizony azt mondhatjuk, hogy a magyar vidék megújulása, a magyar agráris élelmiszeripar megújulása várható. Hiszen ez a forrás, a 4265 milliárd, háromszor több, mint a megelőző 7 esztendőben volt. És azt láttuk, hogy termelni megtanultak a gazdáink, az elmúlt 10 évben mindig az első 3 között voltak egész Európai Unióban, viszont a versenyképességük, mert a feldolgozóipar, konzervgyártás háttérbe szorult, ezért nem volt megfelelő a versenyképesség. A megnövekedett források célja, mint mondták, az, hogy a magyar agrárium versenyképessége növekedjen. A kormány regionális szinten hűtőházakat, tároló és feldolgozó kapacitásokat, egyéb élelmiszeripari beruházásokat is támogat annak érdekében, hogy minél nagyobb hozzáadott értékkel, minél nagyobb jövedelemre tudjanak szert tenni a magyar gazdák.